Az elmúlt egy évben a korosztályos csapatok és játékosok életére is jelentős hatással volt a koronavírus járvány. Bajnokságok szakadtak félbe, elmaradt a megszokott tornák többsége, vagy pedig rendhagyó módon szigorú biztonsági intézkedések mellett léphettek pályára a csapatok. Nem meglepő tehát, hogy a fiatal sportolók minden lehetőséget megragadnak arra, hogy a korábban megszokott életüket élhessék. Nyíregyházán a kosaras képzőtáborba 60-an jelentkeztek, hogy egy héten át csiszolhassák tudásukat. Már hagyományként a július utolsó hetében van ez a képzőtáborunk, több mint 60 kosárlabdázó sportoló van itt, és 6 edzővel dolgoznak, különböző korosztályokban, egészen U18-as, U20-as korosztályig. Úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg ez egy olyan tábor, ahol kellően nívós edzőkkel és komoly feladatokat lehet elvégezni. Nem csak kosárlabdában, hanem tényleg mindenfajta más rehabilitációban, prevencióban próbálunk odafigyelni arra, hogy az itt kosarazók egy kicsit fejlődjenek, és azokkal az edzőkkel dolgozhatnak, akik a felnőtt csapat életébe is ugye be vannak vonva, és egy kicsit a felnőtt kosárlabdát is oktatják már itt. A képzőtábor már a felnőtt csapat felkészülését is felvezeti, az immár átcsoportos kékcápák játékosai a jövő hét elején jelentkeznek edzésre. Augusztus 2-án indul a hivatalos felkészülésünk, de megkapták már azt a programot a magyar játékosok, amiket el kellett végezniük a előző két hétben. 2-ától 10-ig van az első etapunk, ahol napi 1-2 edzéssel mikor, hogy dolgozunk, illetve augusztus 10-től lassacskán majd bekapcsolódnak a légiósok is, illetve minden magyar játékos az egész edzői stábba, hiszen akkor tér vissza Pető Ákos vezető edző az U18-as magyar válogatottól, akkor már teljes kerettel tudunk dolgozni, úgyhogy készülünk kőkeményen a szeptember 22-i bajnoki rajtra. A két cápáknak már van 3 külföldi kosarasuk, és a 4. légiós szerződtetése is napirenden van. Nagyon közel állunk a megállapodáshoz egy amerikai centerrel, illetve többel is tárgyaltunk, most talán egy van, aki az összes rostán átment, de nem akarom elkiabálni az ő személyét. Az biztos, hogy a napokban, a legkésőbb a jövő hétig meg fogunk valakivel állapodni, és akkor gyakorlatilag ez a 4 fős légiós kontingens is összeáll, és összeáll az a 13-14 fős keret, akivel el tudjuk kezdeni majd a felkészülést. A kékcápák a tervek szerint a Jászberénnyel biztosan játszanak majd a felkészülési időszakban, és részt vesznek egy oroszlányi tornán is. Hazai környezetben pedig a Sitkó Ernő emléktornán láthatják majd először a szurkolók a nyíregyházi együttest.